Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Kevesebb az öngyilkos, a szakemberek szerint a munkanélküliség és az alkoholfogyasztás csökkenésében látja a pozitív elmozdulásokat. Turizmus. Közel 80 ezer turistára számítanak idén Szálkán. Elkészült, hétfőn már az új óviba mennek a gyerekek Medinán. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 33%-kal csökkent a befejezett öngyilkosságok száma Magyarországon 7 év alatt. Hazánk ezzel már nem a harmadik, hanem a 12. helyet foglalja el világviszonylatban. A pszichiáter a munkanélküliségi rátának, az alkoholfogyasztás csökkenésének, az antidepresszánsok és a pszichiáterekhez fordulók számának növekedésének tudja be ezt a pozitív elmozdulást. Tolna megyében 65-ről 41-re csökkent az öngyilkosok száma 7 év alatt. Ettől a kanyartól néhány méterre az utcában egy fánlókba találtak meg egy férfit múlt héten Szekszárdon. Az áldozatról később derült ki, hogy önkezőleg vetett véget életének. A helyiek azt mondják, a férfi nem a környéken lakott, és valószínűleg kábítószer hatása alatt cselekedett. Helyszínelnek a rendőrök egy 10 emeletes ház előtt a tavaly nyáron készült felvételem. Akkor egy férfi az épület tetejéről vetette magát a mélybe. A házban lakók ismerték a 30 és 40 év közötti férfit. Ő takarított a házban, és mindig jókedvű volt. Semmi sem mutalt arra, hogy valami nyomasztaná. A friss adatok szerint egyébként nem nőtt, hanem csökkent az öngyilkosságok száma, nem is akármennyivel. 7 év alatt 33%-kal. Magyarország így már világviszonylatban nem a harmadik, hanem a 12. helyen van a befejezett öngyilkosságok számát tekintve. Kertész Ágnes pszichiáter azt mondja, az öngyilkosságok számának csökkenésében szerepet játszik, hogy az elmúlt időszakban többen fordulnak pszichiáterhez, ha valami mentális problémájuk van, és többen szednek antidepresszánst, mint korábban. Kiemelném a munkanélküli rátának a jelentős csökkenését, tehát ez gyakorlatilag avval párhuzamosan mozdult el, ahogy elmozdultak az öngyilkossági befejezett öngyilkosságok, illetve én kiemelném azt is, hogy az alkoholfogyasztás csökkent Magyarországon ebben a 7 éves periódusban. Az adatok szerint sokkal kevesebb középkorú vett véget életének, mint korábban, ám az idősek és a fiatalok tekintetében emelkedés tapasztalható. Az időseknél legkevésbé csökkent az öngyilkosságoknak a száma, a fiataloknál pedig emelkedett, minimálisan, de emelkedett. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a designer drogfogyasztásnak, az ez miatt bekövetkező pszichotikus állapotoknak és az ebben elkövetett hallucinációk vagy téves eszmék hatására bekövetkezett öngyilkosságoknak. Tolna megyében 7 év alatt 65-ről 41-re csökkent az öngyilkosok száma. 1,3%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek vendég éjszakában mért forgalma az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,8%-kal nőtt, a belföldi vendégek által eltöltötteké 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. A külföldi vendégek száma 6,7%-kal emelkedett, megközelítette a 700 ezret, az általuk eltöltött éjszakák száma csaknem 2 milliót tett ki. A vendég éjszakák száma az üdülőházak kivételével mindegyik szállástípusban emelkedtek. Közel 80 ezer turistára számítanak idén Szálkán. Ha ez sikerül, kiemelkedő évet zárhat a falu, ami főként a település különleges földrajzi elhelyezkedésének és az itteni tavaknak köszönhető, amiknek a vízminősége évek óta folyamatosan kiváló minősítést kap. Idén júliusban Szálkán készültek ezek a felvételek. Néhány nappal azután, hogy az ANTS ellenőrizte a tó vizének minőségét, a megyei tiszti főorvos azt mondta, a tó kiváló minőségű. Az idén eddig 8 vizsgálat történt, és minden alkalommal kiváló eredmény született, ami azt jelenti,
hogy az elvégzett vizsgálatok alapján bátran lehet fürdeni, menni a természetes vizeinkbe. Ezek már friss képek. Kedd délelőtt a strandon senki nem fürdött, a víz minősége viszont még most nyár végén is kiváló. A település polgármestere azt mondja, idén különösen jó évet zárt itt a turizmus. A szálláshelyek folyamatosan tele voltak, és körülbelül 40 ezeren töltöttek el legalább egy éjszakát 2018-ban Szálkán. Rendkívül a vendéglátóegységeink kiválóan működnek, ide is körülbelül 100 ember jár ide étkezni a vendéglátóegységeinkbe. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy évente Szálkán 70-80 ezer ember megfordul. Szálka a vízparti települések között is különleges helyzetben van. A települést körülvevő erdőknek köszönhetően itt nyár végén sem ér véget teljesen a turizmus. Ősszel kezdődik a vadászszezon, és sokan kempingeznek is még ilyenkor. A magyar gazdaságban tapasztalható munkaerőhiány egyik oka, hogy egy demográfiai hullámvölgy miatt százezerrel kevesebb diák jelenik meg a középfokú oktatásban, mint 5 évvel ezelőtt, 14 ezerrel kevesebb a gimnáziumban tanulók száma, és 86 ezeren tűntek el a szakképzésből. Dunai Péter szavai szerint nagyon sok befektető arra panaszkodik, hogy új beruházásaiknak vagy éppen meglévő termelő kapacitásaik bővítésének egyre inkább a szakképzett munkaerő hiánya szab gátat, az állásbőrzéken pedig ma már elsősorban a munkaadók keresnek, a jól képzett szakemberek pedig válogathatnak a felkínált munkalehetőségek közül. Hétfőn már elkezdődik az oktatás az újjáépült és kibővített medinai óvodában. A területi operatív program biztosította anyagi lehetőségekkel élve, a bölcsödéseknek is lesz helye az új létesítményben. Így nézett ki áprilisban a medinaiak óvodája. A gyerekek azóta a művelődési ház nagy termébe jártak, így közösségi tér nélkül maradtam a falu hónapokra. Azt mondják, a gyerekekért megérte. A faluban tavaly is és idén is 30 fővel működött az intézmény, ideje volt a bővítésnek, korszerűsítésnek. És ilyen az elkészült óvoda. Lassan a bútorok is a helyükre kerülnek, és hétfő reggel a gyerekek is birtokba vehetik az épületet. Szerintem a megyében nem sok ilyen intézmény lesz, ahol tényleg minden egyes tevékenységnek külön meg lesz a helye, külön étkeznek, külön alszanak és játszanak, fejlesztő szobák, tehát ami eddig nem volt, most tényleg kulturált körülmények között fogadhatjuk a gyermekeket hétfőtől. A területi operatív program 114 millió forinttal támogatta az építkezést. Vén Attila polgármester azt mondja, az épület 150 éves, van olyan falrész, ahol a vastagság meghaladja az 1 métert. Megítélése szerint akár egy gyertyával is lehet majd fűteni. Végül is a legmodernebb építési technikákat használtuk, napelemek vannak, amik körülbelül decemberig tudunk fűteni, utána átveszi a gázt, úgyhogy minimális lesz az energiaköltsége. Ez azért is jó, hogy a következő generáció lássa, hogy mi a jövőkép, ne csak halljon róla. És ugyanezt fogjuk felújítani a Vödési házat is, és a könyvtárat is. Ez utóbbin már hétfőn elkezdődnek a munkálatok. Első alkalommal turnézza végig a Kárpát-medence 10 települését a Brisbane-i Magyar Amatőr Színtársulat. Az Ausztráliában élő magyar színészekből alakult társaság 2007 óta állít színpadra népies, klasszikus komédiákat. A turné első állomása a Tolna megyei Bonyhád volt. Gyaloglásnál mindenkit elhagy, s hágóra felfelé. Mindenki szuszogós lesz már, mikor neki még meg sem kottyant a járás. Tamási Áron Hullámzó vőlegény című komédiájának színpadi adaptációjával turnézik a Kárpát-medencében a Brisbane-i Magyar Amatőr Színtársulat. Alapítója és a darab rendezője Kovács Lőrinc református lelkész. Mint mondta, a darabot fél évvel ezelőtt kezdték el próbálni, a brisbane-i magyar közönség kétszer láthatta eddig. A Kárpát-medencei turnéval régi tervük valósulhatott meg, így most már nem csak ők láthatják vendégül Ausztráliában az anyaország színészeit, hanem ők is bemutatkozhatnak a hazai közönségnek. Az angol nagyon könnyen belopakodik a nyelvünkbe, éppen ezért szükségünk van szinte mint levegőre az anyanyelv megőrzésére, használatára, átadására gyerekeinknek, unokáinknak, és ez a színtársulat üzenete is, és szolgálata is, hogy ezt megőrizze, továbbadja, és végül is megmutassuk, hazahozzuk azokat az értékeket, amelyek végül is innen indultak el.
A Brisbane-i Amatőr Színtársulat Kárpát-medencei turnéját a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság nagyban segítette. Másfél évvel ezelőtt ismerkedtem meg velük, és akkor kezdtük el szervezni azt a körutat, ami most innen indul el Bonyhádról, aztán folytatódik Hertelendi falván a délvidéken, visszajönnek Magyarországra több helyszínre, illetve utána Erdélyben fejezik be ezt a turnét. 10 előadást tartanak. Timosi, adjon egy cigarettát. Hát egy sincs itt van, Bodrogi úr. Gumics! Nem adhatok, mert nincs. Hát a kinti magyar közönség nagyon lelkes, tehát általában most már többször körbejártuk Ausztráliát, és eddig mindig teltház volt minden előadásunkon, és bízunk benne, hogy és nagyon élvezték. Bonyhád után a színészek a délvidéki Hertelend falvára, majd Kocsra, Paksra, Gödöllőre, a felvidéki Rimaszombatra, Székelykeresztúrra, Marosvásárhelyre, Nyárádszerdára látogatnak el. Szeptember végén utolsó állomásként Tamási Áron szülőfalujában Farkaslakán mutatják be a Hullámzó vőlegény című darabot. Brass Vegas címmel első ízben rendezett fúvós zenekari találkozót a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar. Közel 200 muzsikus masírozott a város főutcáján, és miközben látványos akrobatikus bemutató is színesítette a sót, a rendezvénynek a szervezők elképzelése szerint jövőre egy ennél nagyobb rendezvény lesz a folytatása. Ennél látványosabban nem is kezdődhetett volna egy rendezvénysorozat, mely a szervezők álmai szerint jövőre az idejénél is sokkal nagyobb volumenű lesz. Az év Tolnai civil szervezetet díjjal kitüntetett ifjúsági fúvózenekar egyfajta próbaként hívta össze közös muzsikálásra a környék zenekarait. A Brass Vegas Fesztivál megnyitójában a Perszoffer Ágnes polgármester azt mondta, a zene, szólaljon meg az bármilyen típusú hangszeren, egy magasabb minőség elérését hozhatja el. Hála a mindenkori hangszerkészítők zsenialitásának, az évszázadok alatt rengetegféle instrumentumot, köztük különböző fúvós hangszert produkált az emberi találékonyság és a zene szeretete. Nem utolsó sorban abból a célból, és ez a fúvós hangszerekre különösen igaz, hogy ezeket az egymástól akár jelentősen különböző hangú hangszereket közösen megszólaltatva újabb és újabb zenei minőségeket lehessen elérni. Tadi Gergely a Tolnai karnagya és a találkozó szellemi atya azt reméli, ezek a találkozások, amellett, hogy a szórakoztatást szolgálják, segítenek minden zenekarnak a fejlődésben is. A célja igazából a fúvós zene olyan fajta megismertetése az emberekkel, ami talán országos szinten, sőt mondhatom, hogy világszinten nem biztos, hogy annyira ismert. Tehát, hogy a fúvós zenekarokról általában az elképzelésük van az embereknek, hogy ezek ilyen komoly zenészek, soha nem nevetnek, szomorú zenészeknek is szokták mondani őket, mi erre próbálunk egy picit rácáfolni. Az elem elé a helyiek egy rögtönzött főzőversenyt is hirdettek, melyre 10 csapat is jelentkezett. A Brass Vegas Fesztivál jövőre az idei év sikerein felbuzdulva még látványosabban térhet vissza Tolna utcáira. A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Kisebb fürdő, elektromos buszok, út a határig, körvonalazódnak a Modern Városok program beruházásai. Cél, hogy minél több vállalkozót vonzanak Baranyába, befektetés ösztönző programot indított a megyei önkormányzat. Fergeteges kompkoncerttel zárult a nyár, Ákos zenélt a tó közepén. Gazdaságilag fenntartható élményfürdő, újabb elektromos buszok a pécsi közösségi közlekedésben, valamint új utak határig tartó autópálya, ezeket az elemeket tartalmazza az a beruházási csomag, amit a Modern Városok program támogatásából valósítanak meg. Mint ismert, még 2015-ben kötött szerződést a kormány és a város, ebben 50 milliárdos fejlesztésről állapodtak meg, most kiderült, valójában 100 milliárdos beruházást támogat az állam Pécs esetében. Ez az egyetem műszaki karának egyik beruházása. Az építészlabort abból a pénzből építik, amit a kormány Modern Városok program keretében biztosít Pécsnek. De a város is önálló fejlesztési csomagot állított össze erre a forrásra. Ennek része az élményfürdő, de nem minden áron. Ez a beruházás akkor fog megvalósulni, hogyha fenntartható. Ha a legkisebb mértékben ennek a kétsége felmerül, akkor ez a program nem fog megvalósulni.
de a mai számításunk szerint erre a fenntarthatóságra utaló komoly esély van. Tehát ilyen értelme ez a program egy reális programnak tekinthető. Nagy kozárból 70 fokos forró vizet hoznának a fürdőhöz csővezetéken. Valószínűleg tüskés réten lenne a városi strand, és egész évben üzemelne, hogy gazdaságos legyen. Elektromos buszbeszerzésre is lesz a Modern Városok program keretében pénz. 4 milliárd forint értékben lesznek buszbeszerzések a városban, függően, hogy van tudunk erre az igényre, erre a szolgáltatásra megfelelő beszállítót találni, tehát nyilván nem csak rajtunk múlik ennek az egésznek a megközelítése. Más forrásból 10, a 4 milliárdból további 30 elektromos buszt akar beszerezni Pécs. Ezen kívül a közutak, járdák állapotát is javítanák a program pénzeiből. Pécs megyei város fejlesztései is elérik a 100 milliárdos nagyságrendet. Nagyon jó az előrehaladás. Ezt már a programért felelős kormánybiztos mondta, aki hétfőn járt egyeztetésen a városban. Ebben a 100 milliárdban benne van az autópálya meghosszabbítása és a horvát határig. Valamint egy tartalékkeret, ami a megemelkedett építőipari árak miatt került be. Országosan 3500 milliárd forintos keret van a Modern Városok programra. Ennek kétharmada hazai forrásból van, nem uniós, hangsúlyozta a kormánybiztos. Befektetés ösztönző programot indított a Baranya megyei önkormányzat, első körben Komlón és Szigetváron tesztelik a módszert. A projekt célja, hogy minél több vállalkozót vonzanak be a megyébe, ez pedig elősegíti Baranya gazdasági növekedését, hangzott el a programot bemutató sajtótájékoztatón Komlón. A keresletet és a kínálatot hangolná össze a Baranya megyei önkormányzat. Ezért hozták létre a befektetés ösztönző programot. Első körben Komlón és Szigetváron tesztelik a módszert, melynek célja, hogy több vállalkozást vonzanak be a megyébe. A megvalósításhoz több szempontot is figyelembe kell venni, mondta Madaras Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés elnöke. Nagyon fontos megnézni azt, milyen ipari csarnokok vannak, milyen nagyságú területek állnak szabadon, milyen szakképzettségi, átlag életkorú lakosság van ott, az iskoláknak a lehetőségei, van-e például külföldi nyelvű iskola, van-e lehetőség szakképzésre, vagy a helyi szakiskolák mit tudnak vállalni, ennek megfelelően kell keresnünk területet. Polics József a tájékoztatón elmondta, többszöri egyeztetésekre van szükség egy-egy üzlet beindításához. Komló polgármestere hozzátette, bízik az együttműködés sikerében. Itt én úgy gondolom, hogy ezzel az együttműködéssel ezt a darabszámot fogjuk tudni növelni, és ennek eredménye, hogyha csak matematikailag is nézem, nagyobb valószínűség lesz annak, hogy több vállalkozás fog tudni Komlón megtelepedni. Hoppá Péter szerint ez az új módszer nagy mértékben segítheti a gazdasági növekedést. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a megyei önkormányzatot segítő non-profit szervezet fontos szerepet kap a helyi önkormányzat és a gazdasági szereplők közti párbeszédben. Bízhatunk abban, hogy most kipróbálva egy-egy mintaprogram erejéig a komlói és a szigetvári mikrotérségben is lehetőség nyílik arra, hogy az állami és az önkormányzati szereplők mellett a piaci szereplők nyelvén is beszélő, befektető, tanácsadó cég összekösse az érdekelteket. Az elhangzottakat véglegesítve a partnerek aláírták az együttműködési megállapodást. A hamarosan elinduló tesztprojekt első eredményei szeptember végére készülnek el. A felmérés alapján a megye többi települése is bekapcsolódik majd a programba a tervek szerint. Egy fergeteges komp koncerttel zárult a balatoni nyár, ezúttal Ákos zenéltató közepén. A különleges zenei élmény sokakat vonzott a Balatonra, az idei szezon minden várakozást felülmúlt. A Szentódi Rév megtelt Ákos rajongókkal szombaton este, az idén 50 éves zenész koncertje zárta a nyarat. A két komp a Balaton közepén kapcsolódott össze, hogy aztán kezdetét vehesse a nyárzáró buli. Fantasztikus a helyszín, nem is gondoltam volna, hogy ilyen koncertélményben lesz részünk. Méltó lezárása a nyári turnénknak, amivel nagyon sok helyszínre jutottunk, nagyon sok embernek játszottunk, elképesztő hangulat volt mindenütt. Itt is formálódik a jó hangulat, amit hallhatjuk, néhány perccel vagyunk a koncertkezdés előtt. Nagyon izgalmas a helyszín is, meg maga a helyzet is. Ákos a Balaton közepén énekelte el legnagyobb slágereit, a közönség pedig önfeledten énekelte a kultikus dalokat. Ez szerintem parádés.
Nem tudok máshonnan. Mert ez egy teljesen jó feeling, hogy itt a Balaton közepén vagyunk, meg az emberek is nagyon kedvesek, nyitottak, és egy koncert mindig nagyon jó, szóval bárkinek ajánlom, baráttal, családdal. A rajongók azt mondják, a zene és a csodálatos környezet, a Balaton közelsége együtt felejtetlen élményt nyújt. Az, hogy a Balaton közepén volt, és a Halottpénz koncerten is voltam nyár elején, és így egy keretet adott ez a nyárnak. Szóval nagyon jól éreztem magam. Ez a negyedik koncertünk, eddig minden egyes koncert jó volt. Mert hogy a Balatonon vagy, a Balaton közepén, szerintem ennél nincsen jobb. A MOL Nagyon Balaton programsorozat ezzel a fergeteges komkoncerttel zárta a nyarat, a szervezők elégedettek a szezonnal. Mi a legfontosabb célkitűzés volt számunkra, hogyha a számokról beszélhetünk, az az, hogy a tavalyi 1 milliós látogatottságot túllépjük. A mai napon azt látjuk, hogy ezt bőségesen meg tudtuk tenni, köszönhetően annak a 30 eseménynek, amely a MOL Nagyon Balaton eseménysorozat része. Ennek az eseménysorozatnak a vendégei, azokról azt látjuk, azt tudjuk, a felméréseink azt mutatják, hogy kifejezetten a balatoni programok miatt érkeznek ebbe a régióba, ezért azt gondoljuk, hogy ez az eseménysorozat egy nagyon fontos turisztikai produkció. A MOL Nagyon Balaton rendezvényei májustól szeptemberig mintegy 200 ezer vendéget vonzanak a Balatonra. 9. születésnapját ünnepeltek Kozár Mislenya hétvégén. Ez alkalomból háromnapos fesztivál volt a településen. Koncertek, gyermekprogramok és gasztro különlegességek várták a helyieket, az ünnepi közgyűlésen pedig átadták a város kitüntetéseit. Bográcsban rotyog a kakaspörkölt. A Kozár Mislenyi városnapon a legfinomabbat díjazták. Így több tucatnyian vállalták, hogy megméretik saját receptjüket. Babina Jánosék is. Az a lényeg, hogy nagyon sok hagymát leaprítani, nagyon óvatosan megpirítani, ne égjen oda, és az összetevőket sorba leveszem a tűzről, piros paprika, fűszerek, kevés víz rá, belepárolni a húst, és utána fölönteni egy kicsit. És az egész beveszi a hús is, a finom alapanyagoknak az ízét, és lassú tűzön főzni az egészet. Kozár Mislenya hétvégén ünnepelte 90. születésnapját, ugyanis a település 1928-ban Kiskozár és Misleny egyesüléséből jött létre. A jubileum alkalmából ünnepi közgyűlés is volt szombaton. Itt kitüntetéseket adtak át, a város szolgálatáért díjat többek mellett Farkas Ferenc vette át. Nagyon sokat kaptam az emberektől, nagyon-nagyon megszeretek, és én is úgy érzem, hogy én is hozzájuk méltóan tudtam viselkedni, és mindig segítettem mindenkit, ahogy csak lehetett. A város polgármestere emlékeztetett, nem csak a 90 éves születésnap miatt különleges az idei városnap. 90 éves Kozár Mislenny a tavalyi évben 10 éve viselte a városi rangot, viszont ebben az évben például számos civil szervezetünk évfordulót ünnepel, mint a Józsa Gergely Néptánc Egyesület, vagy a fúvósok, a részfúvósok, 20 évesek. Ez mutatja azt, hogy Kozár Mislenyben nagyon erős az egyesületi, a civil élet, a közösségi élet. Szombaton a gasztronómiai programok mellett a családokat Vidámparkba és a Családi Ligetbe várták. Egész nap koncertek, este pedig tűzijáték szórakoztatta a városlakókat. Híradónk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabbakat. Kevesebb az öngyilkos, a szakemberek szerint a munkanélküliség és az alkoholfogyasztás csökkenésében látja a pozitív elmozdulás okát. Turizmus, közel 80 ezer turistára számítanak idén Szálkán. Elkészült, hétfőn már az új óviba mennek a gyerekek Medinán. Szerdán gyorsan emelkedik a hőmérséklet, kevesebb felhő zavarja a napsütést, pár fokkal melegebb levegő érkezik térségünkbe. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőséget valamelyikére. Viszontlátásra!